Krisztusban, kedves testvérek! Úgy tűnik, hogy a kenyérszaporításnak a csodája nagyon fontos volt mindig az egyháznak az életében. Ezért is van, hogy az egyházi év során kétszer is elővesszük ezt a történetet. Kiemelt jelentősége van a kenyérszaporításnak, ezért mind a négy evangélista leírja. A János evangéliumában, a teológus evangéliumokban nincs minden jelenet leírva Jézusnak az életéből, amit az előző három evangélista leírt, de ezt János is leírta. Úgy tűnik, hogy mindig nagyon fontos volt nekik. Ennek a fontosságnak a jeleit látjuk már a katakombákban is. Ugye a keresztény üldözés idején Konstantin császárig a temetkezési sírhelyekre vonultak vissza a keresztények, hogy megünnepelhessék az Úr szent titkait, és ezekben a katakomba festményeikben is az egyik leggyakoribb a kenyérszaporítás csodája, és ugyanígy jelenik meg később az első templomépítésekben is, nem nagyon volt olyan templom, ahol a kenyérszaporítás csodáját valamelyik falon meg ne festették volna. És ha ilyen fontos a kenyérszaporítás csodája az ősegyháztól kezdve az egyház történetében, nyilván a mi életünkben is fontos és komoly üzenetei vannak a kenyérszaporítás csodájának. Túl egyszerű lenne ezt úgy gondolni, hogy éhes vagyok, az Isten megetetett és kész van. Nyilván Jézus nem csak ilyen konkrét dolgokat akar bemutatni az embernek, minden példabeszédben és minden cselekedetében mindig van valami árnyalt igazság is. Hogy értsék akkor is, rögtön is, meg értse az egyház 1000 év múlva is, meg újra értse 2000 év múlva is, és mindig döbbenjen rá a Szentlélek vezetésével, hogy mennyi minden van elrejtve egy-egy evangéliumi jelenetben, sokkal több minden, amit talán ott rögtön és első látásra akár az evők, vagy akár a közreműködő apostolok értettek, vagy megértettek volna. A kenyérszaporítás csodájában azt látjuk, hogy tulajdonképpen milyen szerényen történik minden. Nem nagy látványosság. Jézus nagyon vigyázott arra, hogy ne úgy történjenek az ő jó téteményei, mint ahogy történtek a farizeusoknak az életében. A farizeusoknak egyszer azt mondja, hogy te amikor adsz, akkor ne kültöltess magad előtt, hanem ne tudja az egyik kezed, hogy éppen mit ad, mit tesz, ne tudja az egyik kezed, mit tesz a másik. Ugye a kültöltetés az azt jelentette, hogy a farizeus szerette látványosan adni a sajátjait, ezért fogadott egy kölyköt, aki ott trombitált előtte, és mindenki odafigyelt, és amikor odafigyeltek, akkor látványosan a alamizsnát osztott a szegényeknek. Jézus nem csinál ilyen nagy. Egész nap hallgatják, jön az este, és tulajdonképpen maga szelítségében, maga egyszerűségében, mintha ez csak egy ilyen részleges tulajdonsága lenne, hogy éppen 5000 férfit, meg ki tudja hány gyereket, meg asszony még megetett. A Krisztus egész életében ilyen nagyon szerény magatartás volt, és ebben is pedig itt valójában azért óriási dolog történik. Jézus általában mindig valami plusz gesztust akar bemutatni, és nem annyira a kenyér mennyiségén van itt a hangsúly, hanem a gesztuson, amit Jézus mutat. Nagyon jól tudta az Ószövetség és az Újszövetség határán élő ember, hogy aki kenyeret ad, az az Úr. Ezt tudták a maguk sokszor egyszerű vagy szolga állapotukban is, hogy aki a kenyeret adja, az az Úr. És tudták az Ószövetségnek a gondolat köréből is, tudták azt, hogy amikor éhesek voltak, akkor az Isten mannát hullasztott az égből, amikor szomjasak voltak, akkor Mózes bottal ütött a szikláról, hogy víz fakadjon. És tudták, az Ószövetség embere nagyon tudta, hogy a manna az nem egyszerűen csak úgy valahonnan potyog az égből, tudták, hogy ezt az Isten adja. Tudták, hogy a sziklából vizet fakasztani csak az Isten tud. Itt, amikor a kenyér bősége megjelenik, akkor a táplálkozáson kívül az a gesztus, amit Jézus mutat, én vagyok az Úr, én vagyok az Isten fia. És minden olyan dologban, ahol az életünkben megérezzük, hogy valami jó sikerül, hogy valami jobban sikerül, mint az, ahogy általában sikerül, mindig tudjuk, hogy ebben benne van az Isten. Isten segíti az embernek az összes jóra való figyelését és törekvését, és ezek az Isten által megáldott törekvések, ezek mindig bőséget hoznak létre az ember életében. Szóval Jézus nem akart egyszerűen csak egy csodadoktorként jelen lenni a világban. A legtöbb csodája ebből származik, hogy betegeket fölemel,
kiűzi belőlük gonosz lelket, meggyógyít. Itt is azzal, Jézus itt azzal kezdődik az evangélium, hogy megesett a szíve a tömegen. Azért esett meg, mert Jézus igazából, ha visszaolvasnánk néhány sort az evangéliumban, Jézus elment egy hosszú, nehéz periódus után, mindig visszavonult, és most is vissza akart vonulni, ezért ment át a tó túlsó partjára, hogy egyedül legyen az atyával. De a nép meghallotta, hogy hova megy, és rohantak, és mire Jézus odaért, már ott voltak ők is. És nem zavarta el, megesett a szíve, és meggyógyította a betegeket. Valószínűleg, amikor egy ember beteg, akkor az életének a legfontosabb kincse az, hogy meggyógyuljon. Mi is így vagyunk ezzel. Mindent odaadnánk néha egy betegségből, hogy meggyógyuljon az életünk. Mindent odaadnánk azért, hogy a testünkben minden helyre álljon, hogy rend legyen. Krisztus értette ezt, de nem akart pusztán ebben a csoda doktori szerepben megjelenni. A kenyérszaporításban is nyilván megesik a szíve, megeteti az embereket, de nem csak azért, hogy egy jól lakott közösség menjen haza tőle, hanem azért, hogy lássák, érezzék, hogy mit megjelent az Isten fia az életünkben. Biztos, hogy nem minden jól lakó ember borult le az Isten előtt, hogy megjelent a Messiás. Biztos nem minden. De bizonyára jó néhányan voltak ebben a tömegben, akik rádöbbentek, akik emlékeztek az ószövetségi eseményekre, akik hallgatták Jézusnak a tanítását egész nap, és tudták, hogy itt nem egyszerűen egy proféta, nem egyszerűen egy csodadoktor van. Krisztusnak mindig ez volt a célja, hogy rájöjjenek, hogy ő az Isten fia, a megváltó. Hogy megújítsa mindenki az életét, aki találkozik ezzel a megváltóval, ezzel a Messiással. Krisztus a jó pásztor. A többi evangéliumi leírásban azt mondja Jézus, hogy önök vagytok, mint a pásztor nélküli nyáj. Így esik meg a szíve Jézusnak, a pásztor nélküli nyáj. Annyira fontosnak érzem, ami mai sokszor olyan minden oldalról összevert életünkben. A sok társadalmi, meg a világnak a sok problémái között annyira fontosnak érzem, hogy érezzük, hogy Krisztus a mi jó pásztorunk. Akinek a közösségébe tartozunk is. Amikor egy jó pásztor, amikor azt látja, hogy valamelyik bármelyikájának valami baja van, akkor rögtön oda megy. Lehet, hogy van mellette 100 egészséges, de amikor baja van valamelyik báránykájának, akkor oda megy. Megnézi, mi baja van, ápolja, gondozza, meggyógyítja, mindig számon tartja, amikor reggel kihajtja őket, amikor este behajtja őket, akkor is megszámlálja, megvan-e mind, rendben van-e mind. Ne gondold, hogy egy átlagember vagy a 7 milliárdból, aki itt él ezen a világon. Az Isten látja életünknek minden alakulását, a jó dolgainkat, az elnehezült lelkünket, a megoldhatatlannak tűnő problémáinkat, a reménytelenségünket, sok mindent, és mindig készen van arra, hogy a meggyengült életű embert egy kicsit megerősítse. Így erősít meg betegségben, szomorúságban, gyászban, mindenben így ott áll, mint a jó pásztor, és mindig megerősítgeti az embert. Amikor már azt gondoljuk, hogy nincs reményünk, azt gondoljuk, hogy már nem bírom tovább, akkor a jó pásztor mindig odalép, és azt mondja, hogy hát én vagyok a te gazdád. És én vagyok a te gazdád, az, aki erős, aki minden védelmet, biztonságot megad neked, aki mindig megadja neked azt, ami éppen szükséges ahhoz, hogy mindig azt érezd, hogy holnap is van élet. Tehát Krisztus így jelenik meg ebben a törődésben, a kenyérszaporításban, mint a jó pásztor is. Észreveszi, hogy elcsigázottak, fáradtak, nem akarta, hogy elhújjanak az úton, miközben elmennek a környező falvakba, hogy magunknak eledelt vegyenek. Érdekes, hogy a csodában azt mondja valaki ott a tömegből, hogy van 2 halunk, meg 5 kenyerünk. És onnantól kezdve a halakról nincs szó. Onnantól kezdve csak a kenyérről van szó. Jézus megfogja a kenyeret, megtöri, odaadja a tanítványoknak, azok is megtörik, adják tovább. A kenyértörésnek a motivuma is sokkal mélyebb, mint ez az egyszerűen táplálok néhány ezer embert. A kenyértörés megjelenik itt először Jézus életében, meg fog jelenni az utolsó vacsorán, amikor megköri a kenyeret és odaadja a tanítványoknak, és megjelenik a kenyértörés a feltámadás után is, amikor az Emmauszékhoz szegődik, és este felismerjük a kenyértörésben. A jelenben, a múltban és a jövőben mindig ott van a kenyértörés. Így van ott az ember életében ma is, minden liturgiában ez a kenyértörés, mert Isten azt akarja velünk megtanítani, hogy én vagyok a Messiás, én vagyok a te életednek a megmentője. Amikor már senki nem tudja az életedet rendbe tenni,
Amikor már nincs elég orvos és nincs elég pszichológus, hogy te rendben legyél, akkor jövök én. És megmutatom neked, hogy minden evilági, lelki és fizikai tehetségen kívül mi fölött állok ezeknek, és mindig rendbe tudom tenni az életedet, akkor, amikor már semmi evilági segítség nincsen. A kenyértörésben táplálja Krisztus az életünket ma is, hogy ott legyünk, hogy közel legyünk, hogy erőnk legyen, hogy életünk legyen, ne csak ezen a világon, hanem életünk legyen az örökké valóságunk keresztül is. A mennyei kenyér adja nekünk az üdvösséget. Krisztus adja nekünk az ő testében és vérében az üdvösséget. És annyiszor rogyik össze az embernek az élete ezen a világon, annyiszor tör meg bennünket az élet, hogy nekünk nagyon kell, hogy Krisztus újra megtörje, hogy újra odaadja, és minden ilyen mélységből kihozzon, és mindig a szűkösség, a szűk lelkűség után ezt a nagy lelkűséget és a bőséget érezzük, legalább a lelki természeti dolgainkban. Meg kell említenünk ebben a történetben, egy kicsit fordítva a gondolatmeneten, hogy nem tudjuk, hogy kié volt a két hal meg a kenyér. Azt mondja egy másik evangélista, hogy van itt egy fiú, van két hala meg öt kenyere. A névtelen adakozó. Ugye a névtelen adakozó. Milyen reménnyel adja oda egy ekkora tömegben egy névtelen adakozó a maga kis két kis halacskáját, meg az öt kis kenyérkéjét? Milyen lelkülettel? Azt mondja, hogy lehet, hogy nekem se lesz. Most itt van körülöttem egy csomó ezer ember, van ez a két kis hal, meg az öt kenyér, talán én, meg a testvérem még tudnánk, de odaadjuk, akkor milyen? Ezek is ugyanúgy éhen maradnak, mert túl nagy a tömeg, és túl kevés a táplálék, meg én is éhen maradok. Most milyen? Ez az adakozó lelkű embernek az egyik nagyon fontos képe. Én tudom, az egyházat is mindig a szűkebb tehetségű emberek tartották el. Mert ő bízott abban, hogyha odaadja azt, amilyen van, akkor az Isten nem engedi, hogy megszűnjön. Nem engedi, hogy az adakozása miatt szükséget szenvedjen. Valahogy az adakozó embernek a zsebében mindig maradt pénz. Hogy csinálja ezt az Isten, nem tudjuk, mert mi azt gondoljuk, hogy az Istennek csak ilyen lelki valóságai vannak. Én azt tudom, hogy az adakozó embernek valahonnan mindig visszaadja az Isten azt. Kamatostól visszaadja azt, amit odaadott. És ezt nagyon jól megmutatja ez a névtelen adakozó, ahogy sokszor az egyházban is névtelen adakozók vannak. Megmutatja, hogy az adakozó lelkű embernek aztán a keze munkáján csodák történnek. Csak a világban mindig magára zárul, az embereknek a keze is a saját vagyonára zárul, és alig-alig akad a világban ember. Milliárdosok születnek körülöttünk azért, mert rágörcsöl az életük a vagyonukra. És egy idő után jogot éreznek magukban a vagyonuk miatt, hogy beleszóljanak embereknek, társadalmaknak, világoknak az életébe. Krisztus nagyon nyomatékosan felhívja ebben a történetben a figyelmünket, hogy az adakozó ember a legjobb természetű ember, akinek az élete mindig biztonságban van, és mindig megőrzi az Isten az adakozó embernek az életét. A tanítványok, amikor fogják a kenyeret, akkor sokszor furcsán gondoltam ezt a kenyérszaporítást, gondoltam, hogy Jézus megfogja az öt kenyeret, a két halat, csinál egy nagy hegy kenyeret, meg halad belőle, és aztán majd ezt kiosztják. De nem így történik. Jézus fogja a kenyeret, ketté töri, odaadja a tanítványok, és ezek is úgy mennek. Nem úgy mennek, hogy van egy kosár kenyerük és kiosztják, hanem mindig megtörik és odaadják. Aztán megtörik és odaadják. Azok is megtörik és odaadják. Mindig egy fél kenyerük marad. És akár mennyire is odaadták már a felét, még mindig van egy fél, azt is eltörik, még mindig van egy fél. Szóval a tanítványok maguk is meg kellett tapasztalják. Odadom és mégis marad. Odadom és mégis marad. Nagyon fontos elem ez az életünkben. Hogy észrevegyük azokat az embereket, nem csak az egyházat magát, hanem észrevegyük azokat az embereket, akikkel megtöröm, odaadom, és mégis marad. Szóval Istennek a csodái történik. Azt gondolom, hogy a kenyérszaporításnak a csodája életünk minden percében történik. Minden percében. Valahogy az Isten mindig pont eleget ad, és pont eleget hagy a kezünkbe ahhoz, hogy az életnek ma is meglegyen az öröme, meg holnap is meglegyen a reménye. Csak annyira matematikusak vagyunk, annyira informatikusak vagyunk, hogy tudjuk, hogy ezt ki lehet számolni. És hogyha valaminek elveszem a felét, akkor annak fele marad. És ha annak is elveszem a felét, egyre kevesebb marad. Tehát a világ, az Isten nem egy informatikus, aki így számítások alapján. Az Isten a bőségnek az Istene, aki bármennyit odaad, és tudja, hogy mindig marad. Az embert is erre csábítja, hogy bármennyit odaadsz, mindig marad.
És az embernek, ahogy veszíti el a világnak a kenyér természetű dolgait, úgy gazdagszik az embernek a lelki természetűsége. És ha valami fontos az életünkben, hát az fontos, hogy a lelkünkben bőség legyen. Hogy aztán ehhez mi jön hozzá a világnak az anyagi dolgaiból, ez is számít, de egyre inkább gazdag, aki egyre inkább gazdagodik lelki természetű dolgaiban, annak egyre kevesebb is elég lesz ebből a világból ahhoz, hogy ő tényleg örömben és boldogságban éljen. De amíg csak a mérhető dolgokat veszük alapul, addig mindig azt fogjuk érezni, ez még mindig kevés. Ez még mindig kevés. Nekünk nagyon koncentrálnunk kell arra, hogy Jézus is itt először egész nap tanította az élet igéjére az embereket, és ezután adta azt a kenyeret, ami kellett ahhoz, hogy biológiailag is életben maradjanak. Érdekes lenne belegondolni, hogy ezek a tanítványok, akik először látják, volt még kenyérszaporítás, másik is, de ez az első kenyérszaporítás, milyen lelkülettel telepítették ott le az embereket. Van két halunk, meg öt kenyerünk, az Jézus azt mondja, hogy adjatok neki ti enni, és akkor elkezdik ilyen 50%-ával letelepíteni az embereket. Hát nem tudom, hát én az apostolok reményében végig azon agyaltam volna, hogy Úristen, hát ez most ilyet ígért, a végén biztos megszégyenülünk. Hát hogy lehet két kenyérből, vagy két halból, meg öt kenyérből ennyi embert? De a végig, amit csinálták, amit Jézus tett, de az végig ott volt a lelkükben a bizonytalanság. És a végén szívesen jártak volna körül még egy hétig, és mutogatták volna magukat a jól lakó emberekre, hogy na, hát hogy lehet jól lakni 5000 embernek, meg még hány ezer gyereknek, meg asszonynak két halból, meg öt kenyérből. Jézus nem engedte ezt a büszkeséget nekik, azt mondta a kenyérszaporítás, összeszedték a maradékot, és azt mondta, hogy menjetek a túlsó partra, én majd hazaküldöm a népet. Tehát nem villogunk Krisztusnak a hatalma alatt azért. Tehát ezt a dicsőséget nem akarta nekünk adni az Isten. Ő bizonyára nem járt körül, és mutogatta magát ott az embereknek, hogy na én lakadtak jó benneteket. A tanítványok elvégezték a munkájukat. De azért ott volt bennük a szorongás, amíg meg nem történt a csoda. Jézus ebben a történetben arra tanít bennünket, hogy bízzál. Amikor egyáltalán nem lehet kiszámítani, hogy a holnap az életed jobbra fordul, akkor is bízzál. Megtették azt, amire Jézus kérte őket. Az embernek keresztényként egyetlen dolga van, hogy a belső indítatásait, amit az Isten helyez el a lelkébe, azt megtegye. És ne akarjuk mindig kiszámolni, hogy ebből vajon holnap mi jön ki. Az Isten ezt tudja is, és jó, hogy ezt az Isten tudja. Nekem az a dolgom, mint ezeknek a tanítványoknak. Vannak kétségeim, vannak bizonytalanságaim, de teszem azt, amire is a Jézus csábít engem, mert tudom, hogy az Isten a végén kihozza belőle ezt a csodát. Azért látjuk napjainknak a csodáit, mert vannak emberek, akik ugyanúgy teszik Jézusnak az akaratát, szándékát, a saját életükben, közösségeikben, családjukban, házasságaikban, mindenféle emberi kapcsolatokban teszik azt, amire Jézus indítja őket. És ebből mindig kijön valami jó. Így engedjük el a reménytelenségünket, így bocsátunk meg, így kérünk bocsánatot, és mindig helyreáll valami. És az ember egész életében mindig ez az hol jobban, hol rosszabbul, ezért mondom, minden percben történik a csoda. Minden percben van lehetőségünk arra, hogy amikor Jézus akaratát tesszük, mint az apostolok tették, akkor az Isten mindig kihozza életünknek a csodáját. Nem minden úgy alakul, mint ahogy szeretnénk, hál' Istennek. Ha mindig úgy történne, és mindig akkor történne minden velünk, ahogy és amikor szeretnénk, hol lennénk ma már? Ha Isten eddig mindent megadott volna, amit én egy pillanat alatt kigondoltam, és abban a pillanatban megkaptam volna, hol lennék? Ez egy nagy testpedés lenne, ahol az embernek nincsenek reménytelenségnek a napjaiban elmondott imái, ahol nem érezzük meg, hogy Isten csodákat művelt az életünkben. Ezek az éhezők is, de az apostolok is azt éreztük, hogy rá vagyunk szorulva arra, hogy Isten megtartson bennünket. Szóval a keresztény embernek ez egy alapvető életérzése, hogy annyi féle emberi viszonyom van, amit nem tudok jól csinálni, rá vagyok szorulva arra, hogy Isten engem megtartson, hogy mindig ötleteket adjon, hogy mindig kitartást adjon, mindig visszaadja a reményeimet. Amikor nekem már nem megy, amikor már nincs ötletem és nem megy jól, akkor az Isten mindig ott van, csak tegyem azt, amire belülről indít engem Jézus, és valószínűleg Jézus csak jó dolgokra indít. Szóval azt érzem, hogy ezt a másik embert most agyon kell ütnöm, az valószínűleg nem Jézustól való. Az nem Jézustól való. Jézus jó dolgokra indít. Csak ezeket a jó dolgokat, ezeket tenni kell. És Isten a többit megteszi, gondozza is, és felvirágoztatja az életünket. Az ember hozza
minden nap a maga terheit viszi a templomba is, érzi a mindennapoknak a terheit is, hozzá is cipel, és mindig egy kicsit elfogy. Elfogy az életünknek a lendülete, elfogy a kedvünk, valahogyan egyformává válik, és nem találjuk a helyünket, szóval olyan sokszor fáradtan. Az ember így fejez be sokszor egy napot is, hogy oda esik, és fáradt, és kimerült, és nem tudja, hogy holnap hogy lesz. És mégis mit látunk? Azt látjuk, hogy az ember, amikor életében megfogyatkozva fejez be egy napot, másnap fölkel, és valahonnan az Isten új erőket ad. Megszaporítja a maradék életerejét, amikor már nincs nagyon kedve és ereje és lendülete, az Isten másnap mégis megszaporítja, hogy megint tudja továbbvinni, megint tudja tenni, hogy megint értelmesnek lásd minden napodat. Szóval a kenyérszaporítás csodája minden percben történik az életünkben. Krisztus gondoskodik arról, hogy ez ne egy egyszeri esemény legyen, hanem mindig ott legyünk. Közel jutunk, közel kerülünk, közel akarunk jutni Jézushoz a kenyértörésben azért, hogy megszaporíthassa életünkben az életkedvet és az életnek az örömét. Az evangélium az örömhírt jelent. Ha túl sokat vagyunk keserűek, pesszimisták, akkor valahol nem vagyunk az evangélium közelében. Istennek a csodája a kenyérszaporítás, Istennek a csodája az, hogy tudja az emberben az életerőt, meg a reményt, meg az életkedvet visszahozni, de azért tudnánk itt sokan mesélni arról, hogy műveli az Isten a csodákat az életünkben. Tudnánk mesélni róla. És talán jó is lenne, ha néha kiállna egy ember, és a sokbeszédű pap helyett csak elmondaná, hogy az életében hogy gondozta őt már eddig az Isten. Úgy gondolom, hogy mindig van tovább. Krisztus ebben a kenyérszaporításban is erre int bennünket, mindig van tovább. Hidd el, hogyha Krisztus akaratát teszed, akkor az Isten megsokasítja életednek az örömeit. Ezekben a megsokasodott örömökben lehet nekünk jobb és boldogabb életünk ezen a világon, és ezek által jutunk be majd az Istennek a gazdag országába, ahol Isten asztalánál aztán igazán érezhetjük életünknek a bőségét és boldogságát. Amen.